itt vagyunk, és a vérvallásra készítünk, elhatároztunk, hogy felelős, keresztény életet élünk felelősnek szeretnénk lenni. Nagy szeretettel kérjük érsekötet, kérje számunkra a Szent Szent segítségét, és a vérvallásra hosszabb idejünk a lélekbe. Főtisztelt Excellenciás Érsek úr, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Városzállás Egyházközség képviselőtestülete és a Harmadik Keresztény Híve nevében Városzállásra. Köszönjük, hogy megtisztelte figyelmével városunkat és fiatalok számára kiszolgáltatja a bérvállás szentségét. És egyúttal engedjen meg, hogy megköszönjük egy hatalmas nagy ajándékot, Pajászállapszállási katolikus otthonát, amelynek az építése nagy rendelettel zajlik, és remélem, hogy ezzel a szobodával állapszálláson egyfajta új evangelizáció fog megindulni, és segíti az állapszállási ítélet megerősítését. Kérjük valamennyien a Szentlélek Úristen segítségét, hogy Érsek urat hivatásában vezesse továbbiakban is, és nagy-nagy szeretettel várjuk bármit a városunkban. Köszönjük szépen! Azért, hogy együtt kérjük a Szentlélek adományait,
imádkozunk, a családokért imádkozunk, a jövőért imádkozunk, azokért az apróságokért, akik közül sokakat itt láttak, akik majd reményei szerint egykor, vagy az ő kis testvéreik a katolikus óvodásban fognak járni. A szentmise elején vizsgáljuk a lelkiismeretünket, és várjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az ő szent. Kérem azért a
olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Abban az időben Pál és Barnabás Bergén keresztül eljutott Pizidiai Antiókiába. Itt egy szombaton bementek a zsinagógába és eljutottak. Amikor a gyülekezet szétosztott, a zsidók és egy kis konfliktus érdeklődők között sokan Pál és Barnabás nyomára szedültek. Ezeket arra biztatták, hogy tartsanak ki az Isten kegyelmében. A következő szombaton csak már az egész város összegyűlt, hogy hallja az Isten szavát. Amikor a zsidók meglátták a megtömeget, irigység fogta el őket, s rávallókat szólva próbálták Pál szavait megtudni. De Pál és Barnabás bátran megtaláltak neki. Először nektek kellett hirdetnünk az Isten szavát, de mert visszautasítottátok, és megadtam, hogy kitegyétek maradjunk az örök életre, most a pogányokhoz fordulunk. Ezt a parancsot adta nekünk az Úr. A pogányok világosságára tette le, hogy üdvösségük légy egészen a föld végső határáig. Amikor a pogányok ezt meghallották, örültek, magasztalták az Isten szavát, és hittek is mi, akik az örök életre voltak követelve. Elterjedt az Úr szava az egész környéken. A zsidók azonban felbújtották az előkerülő vallásos asszonyokat, meg a vérük meg a város tekintélyesebb gyerekfiait, és üldözés szintva Pál és Barnabás ellen emészték őket a vidékről. Ők bizonyságot ellen lerázták a napulatból, és kitanulva mennek. A tanítványokat eltöltötte az örök és a szentlélek. Ez az Isten igéje. Ruhájukat fehér lapossák a bárák lényében. Ezt a
szentek előtt, és éjjel-nappal szolgálatot értelmében. A trónodon oltalmatunk nekik, nem éheznek, és nem szolgálnak többé. A nap nem érti őket, és nem másnak a hőség. Megtalálják, aki a legeltetik, az élő tűz forrásához szerelik őket. Isten pedig letörül a szemünkről minden könnyet. Ez az Isten élet. Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványainak: juhaim hallgatnak szavamra, ismerem őket, és ők követnek engem. Örök életet adok nekik, nem vesznek el soha, és senki nem ragadja mi kezemben őket. Atyám, aki nekem adta őket, nagyon mindenkinél. Atyám kezéből nem ragadhat ki senki semmit. Én és az Atya egy vagyok. Ezek az evangélium hírei. Áldott néked, Krisztus! Megszállászás és főtiszteletű ütésre a gyászának szállásért is hozzátartozott egyházközségünk plébánosa, örömmel mutatom be ifjú testvéreinek, híveinek, akik készültek a megalapozásra, és nagy tisztelettel, szeretettel kérem, hogy mi szolgáltassuk, hogy számunkra bér meg a szentségét. Mindjárt a kedves
olyan világban élünk, amikor körülvesz bennünket a pusztítás, a háború, a pandémia, a halál réme. Érezzük azt, hogy milyen sok fenyegetettség leselkedik az embernek. Érezzük azt, hogy bizony mennyire gyengék vagyunk, és milyen nagy szükségünk van arra, hogy életünkben biztos kapaszkodó, biztos fogódzó pontok legyenek, ahol meg tudunk kapaszkodni, akkor, amikor sok minden összehull, ami látszik körülöttünk, amikor azt érezzük, hogy mennyire fenyegetett az életünk. Bizony igaznak érezzük a mai szentmise könyörgésének a szavát, hogy ha gyönge nyájnak érezzük magunkat. És olyan értelemben is, hogy egyház községeinket a pandémia viszont elég jó megviselte. Tudjuk azt, hogy sokan vannak olyanok, akiket elveszítettünk, akik meghaltak a hosszú harc alatt. És sokan vannak olyanok, akik nem jöttek vissza a közösségbe, akik otthon maradtak, vagy félelemből, vagy betegség okán, vagy azért, mert úgy gondolják, hogy ők követik majd virtuálisan rádió keresztül, vagy egy internetes közvetítéssel közöttében a szerteség. De a mai napon is éreztük azt, hogy milyen fontos a jelenlét, hogy ott legyünk valahol fizikailag. A virtuális jelenlét az nem működik sem a házas életben, sem a családban, sem egy ebédnél virtuálisan nem tudunk ebédelni. Jézus is ide az asztalához hív bennünket. Valóságosan tudjuk csak fizikai testünkben megélni az igazi közösséget. Így tapasztalhatjuk meg önök és szavát, hogy jusson el híveink gyönge nyája oda, ahová előttünk meg Jézus, ami erős ászló. Milyen csodálatos ez a szembeállítása a könyörgésnek. Mi vagyunk a gyönge nyája, de van egy erős ászló. És a jobb ászló vasárnapján érdemes és nagyon fontos aláhúzni azt, hogy mi tudjuk, hogy kihez tartozunk. És bármilyen szakadott is az életünk, bármilyen gyöngének is érezhetünk magunkat bizonyos élethelyzetünkben, van egy erős pásztorunk, aki vezet minket, akihez bizton csatlakozhatunk újra és újra. És ez örömmel tölt el bennünket. Úgy, mint az első olvasmányban hallottuk, hogy már az első keresztények is mennyi szaklatottságnak voltak kivéve. Ezek az apostolok, akik vándoroltak, és hirdették, hogy Jézus Krisztus nevében van az üdvösség, akiket elüldöztek, akik sok szenvedés árán tettek tanúságot Jézusban meg a hitükről, azt mondja, hogy a vélé, a tanítványokat eltöltötte az öröm és a Szentlélek. Ez a kettő együtt jár, az öröm és a Szentlélek. És ma egy örömnap van, itt Jászárák szálláson és a következő településeken, mert ezekre a fiatalokra ma leszáll a Szentlélek. És ez a Szentlélek, ez egyúttal örömöt is hoz a szívünkbe. És olyan nagy szükségünk van arra, hogy megvédjük, tudatosítjuk azt, hogy mi az öröm hírnek vagyunk a hordozói. Hogy az evangélium, amely eljutott hozzánk, az egy igazi öröm hír. Hogy életünk minden zaklatottsága, nyomorúsága, hitettsége, minden veszély, ami ránk leselkedik, az emelkedő állatoktól kezdve a háború
És aztán a következő olvasmány, a Szentlélekben hallhattunk egy mondatot, ami azt hiszem, hogy mindannyiunknak a fülét megüti, sokszor talán átlapozunk, hallottunk már gyakran, nehéz megérteni, hogyan lehetséges az, hogy a nagy szorongatás jövő emberek ruháinkat fehérre mosták a bárány vérében. Feltehetjük ezt a kérdést, mire vonatkozik ez a csodálatos, különleges mondat, amelyet nem lehetünk, mert aki valaha már mosott ruhát, az tudja, hogy a vér az fehér ruhán folytat el. Pont fordítva történik ez. Mégis azt mondja a Szentlélek a Jelenések könyvében, hogy fehérre mossák ruháinkat a bárány vérében. Mi is jelent ez? Mi, akik itt vagyunk, azt hiszem, lehet, hogy kivétel nélkül mindannyian megkeresztelt emberek vagyunk. A lelkiségnek is. Mert ír az egyházunkban az a csodálatos gyakorlat, hogy kisgyermekeket keresztelünk meg, akiket Krisztus vére fehérre mos, a lelkünket mossa fehérre az ő vére. Megtisztít bennünket az átteredő bűntől, és megtisztít személyes bűneinktől is. Ezért van az, talán vannak mindenki, azt hiszem volt már keresztség. A saját keresztelésünkre nem nagyon emlékezünk, de a kistestvérnek a keresztelőjére, vagy a családban van. Ha keresztelő egy kis fehér ingyecské, ez a fehér ingyecské, ez a fehér ruha szimbolizálja azt, hogy az ő lelkét Krisztus kiöblő vére fehérbe tisztára mossa. És igazából egész életünk, egész keresztény életünk valamiképpen arról szól, hogy meg akarjuk őrizni lelkünknek a tisztaságát, a fehérségét, amelyet Krisztus vérének köszönhetünk. Nyilván érezzük azt, nem szó szerint kell venni azt, hogy egy ruhát vérrel fehérre mossa. De a lelkünket Krisztus vérre mossa fehérre. És amikor első áldozók voltak ott, amikor első Jónásban részesültetek, kedvesek, és azóta is minden Szent Jónásban, minden Szent áldozásban visszamentek lelketeknek a tisztaságát. És ez örömmel tölt el bennünket, aki már egy jó Jónásban részesült, azt tudja, milyen öröm az, kijöttem mutatószékből, felszabadultam, szabadon, tisztában. Érdemes újra és újra visszatérni ehhez a nemes szép gyakorlatához, az egyháznak, azért, hogy tisztára mossuk lelkünk köntösségét. A bírmálás során többször is majd a szertartásban utalás történik a keresztségre. Mert az, ami most majd kedves fiatalok bennünket végbe megy, az annak a folytatása. Ezek a szentségek egymásra épülnek. A keresztség, a Szent Jónás, a Szent Áldozás, a bírmálás és a többi szentségek az egyháznak életben tartják bennünk azt a közösséget, amelyben becsatlakoztunk az első szentség lételével, a keresztség lételével. És ez feladatot is ró ránk. A mai napon az egyház jópásztor vasárnapján hivatás vasárnapot ünnepel. Amikor a hivatásokért, papi és szerzetesi hivatásokért imádkozunk. Istennek legyen hála, jászáró szállás a múltban adott nagyszerű napi hivatásokat az egyháznak. Gyula atya, és Otáli Miklós, Lévános, itt a József.
és aztán a helyemegyő a Vicek-László helyemegyő, aki szintén ennek a közösségnek a szülőtje. Tehát imádkoztunk azért, hogy legyen ebből a közösségből új napi hivatás, hiszen nagy szükség lenne arra, hogy az egyház ilyen módon is tudja hirdetni az igét. De a Szent Atya Ferenc pápa arra emlékeztet bennünket abban a levélben, amelyet a mai napra küldött az egész egyháznak, és amely valamiképpen a szinodalitásról szól, arról az új folyamatról, amelyre mi is bekapcsolódtunk az egyik egyház megyében és minden egyházközségben, amelynek az a célja, hogy megújítsa közösségeinket. Azért, hogy beszéljünk egyházunk helyzetéről, hogy mi okozza azokat a problémákat, amik vannak, milyen tudunk örülteni. Az egyház meg akarja hallgatni, az egyház vezetése meg akarja hallgatni minden hívőnek a hozzászólását. Tulajdonképpen ez a szinodalitás. Így készülünk arra a szinódusra, amely jövő évben lesz a püspöki szinódus, amely egyházi életünk megújítását tűzte ki célul. És ebben mindannyiunknak feladata van. És akkor most jön, mit is idézett, mire is hívta fel Ferenc pápa figyelmünket hivatások világnapja. Az, hogy nem csak a pap nagy szükség van rá, nem csak a szerzetes, hanem valamiképpen az egyház egész közössége arra van meghívva, hogy példájával és szavaival hirdessen Isten igényét, bátran tanúságot tegyen keresztény voltára. Ferenc pápa az üzenetben szó szerint azt mondja, az egész egyház evangelizáló közösség. Azt jelenti, hogy mindannyian, akik megkereszteltek vagyunk külön-külön és együtt is, mint közösség, azt a feladatot hordozzuk, hogy kifele azok felé, akik ebből a nagyobb közösségből, jászárószállás nagy közösségéből nincsenek itt az egyház közösségében, vagy pedig néha itt vannak, néha nincsenek. Egyre inkább tudatosítsák magukban azt, hogy ők ide tartoznak, és segítsünk mindenki, hogy ebben a közösségben otthon érezze magát. Senki nem akarunk véletlenül sem kiszorítani. Isten őriz, hogy valaki úgy érezze magát, hogy őnek nincsen helye. Akár fizikailag a padokban, akár szellemi értelemben, hogy őt nem szívesen látják. Éljünk úgy, legyünk bátran, hívjunk meg másokat, hogy mindenki otthon érezze magát ebben a közösségben. Legyen a jászárok szállási egyházközség és a környező települések egyházközség legyen ilyen értelemben befogadó közösség. És ki, kedves fiatalok, különösen is nagy felelősséggel viseltette, akik most kapjátok meg a Szentlélek adományt. Örömteli életetekkel, örüljetek annak, hogy ti Krisztus egyházához tartoztok, hogy az erős pásztor az titeket is kormányoz, titeket is megfűl, betölti az életeteket. Örökben éljétek meg keresztény voltatokat. Hálásan köszönöm a szülőknek, a bélmaszülőknek, a nagyszülőknek, mint azoknak, akik bármilyen módon részesei annak az ünnepnek, amelyik most az egyházközséget növünkre, és egyúttal a ki családotoknak is az ünnepi ez a mai nap. Mert ezután a szentmise után biztos, hogy minden családban egy ünnepség lesz, egy ünnepi ebéd, ahol titeket ünnepelnek azért, hogy megtérjük a lettetek. Hát a
kéz a kézben járva. Én emlékszem, hogy amikor én bérmálkozó voltam az én szülőfalumban, volt egy olyan mondás, nem tudom, hogy erre felett járni ez a mondás, hogy úgy jól laktam, mint bérmálásra. Hát én nem azt kívánom, hogy lakjatok jól, hanem hogy érezzék nagyon jó magatokat, felszabadul a szövegben, hogy megbérmálnak vagytok, hogy az egyház számítjátok, szeretem neteket, és ül benneteket arra, hogy ti is a magatok útján, a magatok eszközeivel hívjátok meg barátaitokat, hogy lássák azt, hogy jó ide tartozni, jó ennek a közösségnek a részesei. Az Úr segítsen benneteket egész életetek során, hogy hűségesek legyetek ahhoz a vállaláshoz, amit a mai napon tesznek. Legyetek hűségesek Jézus Krisztushoz és az ő egyházához. Amen. Most kérem, álljatok fel. Kedves imádkozó, most hozzátok szólok. Mielőtt megkapnátok a Szent Lelket, újítsátok meg a keresztségi fogadást. Amikor megkereszteltek neked, akkor még kicsinek voltatok. És akkor helyettetek a szüleitek és keresztülettek vallották meg a Krisztus hitet. Most öntudatosan ki magatok, tegyetek hitvallást, és válaszoljatok arra, amit most az Anya Szent Egyház levélben kérdezett. Ellenet mondatok-e a sátánnak, minden cselekedetének és minden csábításának? Ellenet. Hisztek-e Istenben mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében? Hisztek-e Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, ami Urunkban, aki Szűz Máriától született, kín halál szenvedett, akit eltemettek, de feltártak a halálból, és mi az atyának jobbjának? Hisztek-e a Szent Lélekben, Urunkban és Értetőnkben, akiben a mai napon a bérmálás által különleges módon részesültek, ugyanint bűnöskor az apostolok részesültek. Hisztek-e a katolikus Anya Szent Egyházban, a Szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a testek feltámadásában és az örök életben? Ez a mi hitünk, ez az Anya Szent Egyház hite is, amelyet boldogan vallunk Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Most pedig a Szentlélek leírása történik egy imádság keretében, amelyben kérem, hogy szálljon belátok és erősítsen bennetek. Most imádkozzunk, kedves testvéreim, Istenhez a mindenható atyához, hogy válassza el jóságosan Szent Lelkével fogadó fiait, ki újjászületnek már az örök életben a keresztség vizéről. A Szentlélek erősítse meg őket bűnközi ajándékai által, Szent olajával pedig alakítsa őket hasonló már Krisztushoz, az Isten fiához. Mindenható Isten, Urunknak Jézus Krisztusnak Atya, te szolgáinak vízből és Szentlélekből új életet adtál, és megszabadítottad őket a bűntől. Urunk, küldd le rájuk a vigasztaló Szent Lelket, és add meg nekik a bölcsesség és az értelem lelkét, a jó tanács és az erősség lelkét, az Isten tudomány és a jámborság lelkét, és töltsd meg őket az Isten félelem lelkével, Krisztus a mi Urunk által. Thank you.
aztán
és imádkozzunk egy szívvel lélekkel, hiszen egyetünk egy gyerekünk és egy a szeretetünk, amelyet a Szentlélek megülről kapunk. Könyörgünk az Úr volt, amelyet váltak ilyen, hogy hitünkből táplálkozva és szeretetben megerősítve életünkkel nem most kocsánál Krisztus Úr volt. Hallgass meg Úr! Kérünk, igen, hallgass meg minket! Könyörgünk ért a szívünket, és szüleinket, hogy szavunkkal és kérdelünkkel, hogy az utányos kormányt csinálják, Krisztus szükséges követésére. Hallgass meg Úr! Kérünk, igen, hallgass meg minket! Könyörgünk Ferencvárnak és Csabai Istvánnak, valamint összes püspöknek, hogy a Szent Élek átadása által, hogy egy tökéletessé Isten népét Krisztus Úr előadni. Hallgass meg Úr! Kérünk, igen, hallgass meg minket! Könyörgünk Isten Szent Egyházáért, hogy a Szent Élek ereje által terjedjen, és növekedjen a hit és a szeretetettségünk. Hallgass meg Úr! Kérünk, igen, hallgass meg minket! Könyörgünk az egész világért, hogy az emberek testének szentségét másokkal és nekünk különbségét emeljék, és őszinte szívvel keressék Isten országát, ahol a lélekben végig is emlékszünk. Hallgass meg Úr! Kérünk, igen, hallgass meg minket! Istenünk, te megadtad apostolainak a szent lelket, és általunk valami utódaid által tovább akarod adni híveinket. Hallgass meg kegyesen imádságunkat, és szent lelkedre egyetlen, alakítsd át híveid szívétünk, amit az apostolokét átalakítottad az első ünnepség napján, Krisztus, ami úrunk által. Amen. Thank you.
imádkozzatok testvéreinket, áldozatunk kedves legyen a mindenható Istenünk.
Feltámadásra
csak utána Jézus így köszöntött a tanítványainak békességnek. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, te legyőzted a bűnt és a halált. Ne békeinket nézzed, hanem egyházat vigyék. Őrizd meg szándékot szerint békében és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodik. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a legyen. Engesztelődjetek kicsitől egymással. Legyen békesség köztünk mindenkor.
könyörgünk. Jó pásztorunk, tekints egyesen nyájára, és uraidat, akiket fiad drága tévén megváltottál, vezesd át az örök élet országába, Krisztus. Tisztelt bővérségetek, a szülők nevében szeretnék köszönetet mondani. Sok aggódással, küzdelemmel, de féltünk, óvó szeretettel neveljük gyermekeinket. A szülői hatás sokszor próbára teszik előnket, de igyekszünk életüket boldogabbá és teljesebbé tenni. A keresztény hit, amelyben nevelni szerettük volna őket, reméljük, hogy olyan értékekre irányítja figyelmüket, amelyek a legfontosabbak, de amelyekért majd minden nap meg kell küzdenünk. Köszönjük, hogy megbírmálta a gyermekeinket, köszönjük, hogy bátorított bennünket egy még becsületesebb, tudatosabb keresztény életre. Szeretettel várjuk vissza mindig városunkban, Isten segítse lelki pásztori, főpásztori szolgálatával, végezetül köszönetünk előttér, fogadja szeretettel ajándékunkat. És örömmel hálát adok az Istennek, hogy milyen jó,
hogy egy gyermekünk eljutott a felnőtté válás küszöbére, keresztény értelemben imád fel, imádkozunk értünk, hogy megmaradjon továbbra a munkon, és azt a sok kísértést, ami a mai világban a fiatalokra beserkedik, hogy az betűk világ győzték. Hogy tudjanak mindig hallgatni a szüleim intő, bölcs, óvó, támogató szavát, és a jó példát tudják mindig terveken, most az Úristen hűséges állás. Az Úr legyen veletek. Thank you.